az, hogy sztár? Én ilyen ismerek. Ha belenézik a tükörbe, akkor mondjuk megindulok ebben a gondolatomban, de akkor sem mindig. Ha van sztár, egyáltalán létezik ilyen, arra valószínűleg az a jellemző, hogy nem csinál semmit. Csak ott van, és egyszerűen azt mondja, hogy jaj, de kurva jó ennek a palinak, vagy ennek a társaságnak. Jól beszél, jól beszél. És mit csinál? Nem is csinál semmit, de bár is dőlnek a rövődést. Jól beszél. Hogy valami történik. Ha semmit csinálni, szerintem ezt kellene tudni valakinek, ahhoz, hogy sztár legyen, ha egyáltalán van olyan, hogy sztár. Ne tessék azt hinni, hogy attól valami, attól bulvársztár valaki, hogy sűrű ott van a képernyőn. Attól csak ismert. A címlapokon. Ha ez cél, akkor vége az egész. Ha ez egy eszköz, hogy te valamilyen közegben elmondhatod a magad mondókáját, amivel szolgálod az embereket, bármilyen furcsa, lehet, hogy ez demagógia, amit én most elmondok ezzel, de mégiscsak arra történt, hogy nevettetni tudni, derült kell tenni, megríkatni, tehát... Szórakoztatni! Na, hát jól beszél, én se tudnám jobban mondani. Ezt nem jól mond, ugye, hogy jól mondta? Nem értünk egyet. Nem Már az első percben nem értünk egyet? Nem tudunk egyet érteni, Dániel. Na, de én nem azért jöttem, hogy egyet értsünk. Akkor jó helyen hát jársz. Én nem várom el senkitől, hogy egyet értsen velem, mert aki velem egyet ért, az már azon a szinten van, mint én. Ilyen emberrel én még. Törekszünk, Dániel. Nem találkozunk. Igyekszünk. De az egy jó gondolat, hogy törekszünk. Törekszel? Én törekszem, töretlenül. Törekszel, hogy egyet próbál érteni velem? Nem biztos, hogy ez neked megfelelő. Nincs könnyű dolgom, Dániel. Azt mondod, hogy isteni bohócnak lenni, ez jelenti a sztárságot. Hát nem hiszem, hogy Magyarországon ilyet a sztárok. Ilyet mondtam volna, hogy isteni bohóc. Hát azt mondtam, hogy szórakoztatni, derültséget kell tenni, jól érezni magadat. Itt van velünk Ancsika Stoll kedvese. Szerinted ő egy isteni bohóc? Én nem látom be. Nem látom be, hogy Fekete Pákó egy isteni bohóc lenne. Nem látom be. Egy bulvárszereplő. Egy bulvárszereplő a sok szabad, közül. Szabad nézni? Hogyne, parancsolj. Ő egy bulvárszereplő, Stoll kedvese. Ez az ő teljesítménye. Nem a felesége? Nem tudom. Nem is érdekel. Na várjál, azt hiszem, a felesége, az más akkor. Egyáltalán akkor nem más. Pont úgy senki, mintha a felesége lenne, pont úgy senki, mintha a kedvese. Mitől valaki valaki? Hát önmagában egy nagyon nagy válságnak a jele az, hogy ezt a kérdést fölteszed. Önmagában egy nagyon nagy válságnak a jele az, hogy elhazik. Válságban lennénk benne? Azt gondolom, van igen. Van körülöttünk egy válság, amiben mi most benne vagyunk, akik egyébként lehet, hogy személy szerint nincsenek válságban. Tehát a válságot te úgy idézed fel, mintha ez egy nagy úszoda volna, sok víz, és mi benne próbálunk evickélni, ki a válságból. Vagy benne a válság. Talán nem is tudunk a válságról. Szerintem az a válság, várj hogy te kicsit, fölteszed azt a kérdést komoly képpel. A válság az egy, ha már ezt mondtad, mert ez egy nagyon fontos szó manapság. Lehet kulturális válság, lehet gazdasági, lehet politikai válság. Én nem értek egyet azzal, hogy válság volna, most valóság van. És a valóság az az, hogy nincs válság, hanem átrendeződés van. Átverés van. Tessék ezt tudomásul venni, drága barátom. Te még fiatal vagy, de még nem tudod, hogy a válságot azt kreálják. Az egyik fél kreálja, hogy a másik ne jusson azokhoz a javakhoz, vagy a másik kreálja a most javakban ülőkkel szemben, hogy megszerezze azokat a javakat. És ez lehet kulturális jav, várj egy kicsit, az lehet gazdasági jav, pénzügyi jav, lehet politikai, hatalmi jav. Milyen jó szó te. Te én egy Kazinci vagyok, Kazinci után nyelvújító lettem. Jav. Javakban dúskálunk. Mi az, hogy válság? Hát itt ülünk, szívjuk a jó levegőt, állati jó környezetben vagyunk. Baromi jól érezzük. Nem érzed jól magad az én társaságomban? Nagyon súlyos értékválságról beszélek. Nem arról a válságról beszélek, amelyről nem a Wall Street válságáról beszélek. Várj egy kicsit. Amikor most, te azt mondod, most, Dániel, most, bocsáss nem meg. Nem a Wall Streetről beszéltem, kérem, ejtettem azt a szót, hogy Wall Street. Milyen válságról beszéltél te? Én nem beszéltem válság, hát én a válság hiányáról beszélek. Reflektáltál. Én arról a válságról... Válság az egy virtuális dolog. Válság nincs. Ezt felejtsük ezt a szót. Javak vannak. Dúskálunk a levegőben. Az ózonban. A fiatalságban, a derűben.
Érted? Hát, ebben Duskán, én belőled ki is nézem, drága barátom, hogy te megoldója is lehetsz egy általad kreált válságnak. Mert te, ha mondtad ezeket a szavakat, hogy válság, mit tudom én, akkor lehet, hogy te benne vagy. Te azt gondolod, hogy azzal hozzuk létre a válságot, hogy beszélünk róla? Nehogy már azt mondd. Szerintem a válság az teljesen független attól, hogy beszélünk-e róla, vagy sem. Minél beszélünk róla, annál inkább nincs. Nem. Nem. Az, hogy beszélünk róla, vagy sem, az tulajdonképpen független a válság lététől, talán csak az első lépés a válság felismerése, a válságból való kievickéléshez. Az én szerintem a nagyon nagy válság az az, hogy ez te... Kiúszunk. Kiúszunk a vízből. Képzeld el, hogy itt most egy méter magasságban víz lenne, talán meg is állna a víz, be kéne zárni azokat az ajtókat, és elkezdünk elvizsgálni. Ne akarnám velem egy kicsit elvizsgálni, és evickélés közben megbeszélni ezeket a magvas gondolatokat, mert úgy látom, hogy magvas gondolatokra készülsz. Nem biztos, hogy a jó partner vagyok, mert én nem tudok okosat mondani, drága barátom. Én nem tudok sokat mondani, én csak a semmit tudom kreálni. És ez kell a sztársághoz? Ez kell ma a sztársághoz, azt gondolod? Mi az, hogy sztárság? Hát azt gondolom, hogy... Én nem akartam soha sztár lenni, nem is tudom, mi ez a szó. Én szerintem most létezik ilyen. Csillag az van. Csillag az égen. Például a köznyelben... Én csillag szeretnék lenni az égen, de nem itt a földön. Daniel, dekonstruálod ezt a vitát. Tudjuk, mit jelent az, hogy sztár. Mi a az, sztár hogy dekonstruál? Az... Ezt ilyen szót a dekonstrukció az az... Dekonstruálom? Dekonstruálod a vitát, az azt jelenti... Leépítem? Hogy... Igen. Felépült itten egy beszélgetés, nem, amit én most leépíteni? Csirájában építed le. Tehát csirájában teszed lehetetlenni a vitát azzal, hogy a fogalmakat dekonstruálod, amelyekre a vita épülhetne. Ó, most kezdelek érteni. Tehát vitatkozni kéne, vitatkozunk tehát vagyunk. Vitatkozhatnánk. Hát egyet is érthetnénk. És egymás kebelére borulhatnánk. De ahhoz is érvényes állítások kellenek, hogy egyet értsünk. Állítsunk már valamit. Az, hogy evickéljünk együtt, mint egy medencében, ez nem egy érvényes állítás a bulvár témakörében, egyelőre legalábbis. Az nem, az egy cselekvésre való felhívás. Felhívás keringőre. Gyere, érezd már, ha vetted volna észre, drága barátom, egyébként méltányolom az erőfeszítéseidet, egyelőre ezek még össze fog jönni. Összefogjuk. Majd kézbe veszük a dolgokat. Én, amit tőlem telhető, megteszek. Teljen már tőled. Igen, én is ezt kérem. Teljen már! Erre várunk, elhangzott itt egy állításod az imént, azt mondtad, hogy azt a kérdést tetted fel, hogy mit jelent a teljesítmény. Erre hivatkozva mondom én azt, hogy ez egy súlyos válság, ahol a teljesítmény fogalma az relativizálódott. És ezt a bulvár tette velünk. A bulvár, amely piedesztára emelte a teljesítmény nélküliséget, követendővé tette a teljesítmény nélküliséget, a teljesítmény helyére devianciát emelt, többek között ostobaságot emelt, emberi nyomorúságot emelt, az emberek saját közönségének roppant alantas ösztöneire appellálva. És én azt gondolom, hogy ez egy súlyos válságot kreált, egy szellemi válságot, egy értékválságot kreált ebben az országban. Most többek között ebben az országban. Ez nagyon szép, volt, amit elmondtál. Én ezt egy problémának tartom. Na várjál, ez most egy ilyen verbális halmaz, amit most ide letettél, ide, egy rakásba. Most nekem ezt meg kéne ebésztenem. Most kérdés az, hogy hajlandó vagyok-e én ebbe belelépni, vagy megemészteni, vagy magamba venni, vagy pedig azt mondom, hogy kicsit körülnézem, és barátkozom a gondolattal. Tárjál, onnan indult ez a rakás, vagy kvász, vagy kocsvasz, vagy akármi. Én egy állításnak szántam, Daniel. Várjál, hát akkor állításként kell kezelnünk, de... Itt az volt az első kiinduló gondolat, hogy teljesítmény. Na most ezen azóta is gondolkodok, mert mintha nem is értettem volna. Létezik egyet. Ilyen fogalom, hogy teljesítmény, Daniel? Igen, van. Létezik ez a kulturális teljesítmény. Civilizációképülnek. Van. Egyébként van, csak az valahogy a címlapokat meg a bulvármagazinokat nem ezt tölti meg. Várj, kicsit ezen gondolkodtam, kulturális... Kulturális teljesítmény. Például valaki lantozik például. Várjál, az még csak egy tevékenység. De az lehet kulturális teljesítmény, ha jól lantozik. Na de ha... Ó, drága barátom, te fantasztikus vagy. Még egy kérdés.
kiejtetted azt a szót, hogy jól. Igen, rájuk, a teljesítménynek rájuk, egy fontos sarokköve, hogy jól. Jól meg, tegyük. Hogy hogyan. Még a teljesítmény de egyébként, sem, a, egyébként semmi, a bulvárnál a jól és a rosszulnak már nincsen tere, már egy mert kicsit, egyáltalán semmit nem kell csinálni tudod, hozzá. Tudod, mi mozgat itt a 100 méteres síkfutás? Mert ha az 10 másodpercen belül csinálod, az egy teljesítmény. Csinálod, az egy teljesítmény. Tehát mennyin belül csinálod a százat? Hát régen mértem. És akkor mennyire jutottál? Hát nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy 20 másodpercen belül futom a százat. És az egy teljesítmény? Az már egy teljesítmény? Nem gondolom, hogy az lenne. Az nem egy teljesítmény. Az nem teljesítmény. Tehát, ha én gyorsan lantozok, az egy jó teljesítmény? A lantozásnak nem a sebesség a fokmérője, a futásnak igen. Na de várjál, azt mondta, tehát akkor persze, persze. Hát ha a lantozáshoz egy olyan jelzőt lehet hozzátenni, hogy társítani, hogy jól, igen. Ez, te egy nagyon komoly problémát vetettél fel, úgyhogy méltányolom is, mert ez nagyon komoly fiú vagy, aki ezt kimeri mondani, ezt a szót ebben a közegben, ebben a válságos közegben, meg a katyvasz, meg a rakás mellett, hogy jól, annak tudnia kell, hogy aki kimond egy szót, az kettőt mond. Aki kimondja, hogy jól, az kimondja azt is, ha nem mondja ki akkor is, ha csak gondolja is, rosszul. Én lantozom, sose tudom, hogy jól és rosszul. Sose vetemednék odáig, hogy én legyek az, aki eldönti, hogy én magam, vagy bárki más, aki hangszert vesz a kezébe, ezt most jól csinálja, vagy rosszul csinálja. Tudod, hány jól van a világban, és hány rosszul van? 6 milliárd. Ahányan vagyunk? Vagy 7, állítólag tegnap, vagy ma éjjel lettünk 7 milliárddal. 7 milliárd nívó van. Hogy jól vagy rosszul. És az emberek ezzel dobáloznak. És akkor te most itt ebből a székből kimondod, vagy én akár, én persze nem mondom, mert én naív vagyok, hogy hát ez jól csinálja, az meg rosszul csinálja. Hogyan kérem? Csinálja. És teljesen mindegy, hogy jól csinálod, vagy rosszul csinálod. Az előbb itt jógáztam, és eszembe jut ez a dolog, amikor egyszer Indiában egy ilyen jóga tanfolyamon vettem részt Punában, egyébként Puna a világ közepet, tessék megjegyezni, Bombaytól egy olyan 200 kilométerre, nagyon, nagyon kultúrhely. Ha valami kultúrhely a világban, az akkor az. Ott teremnek csillagok, ott Ijengar a nagy jóga, ott Osho a nagy gondolkodó, azok csillagok az égen. És elkezdtem jogázni ott, 24 órán keresztül csináltuk, és borzasztó, hogy én csináltam azok mellett, a titánok mellett, akik egyébként olyan lazák voltak, mint az orángután. Marha jól érezték magukat, és minden is gyönyörűségeket csináltak. És mondom, én hol vagyok ettől? És megkérdeztem a mestert, hogy hát hogy tudnám én ezt jól csinálni? Azt mondja, ne csináld jól. Csináld, törökedj rá. De ezt kiejtetted ezt a szót, törekedni, ez egy nagyon nemes gondolat. De nem tudod jól csinálni, várj egy picit, most jön a mondat vége. Ha te azzal a gondolattársítással egyetérsz, rám figyelj, senki másra, hogy jól vagy rosszul ilyen kategória létezik, akkor te belementél abban a csapdában, ami azt jelenti, hogy minősítés. A világot pedig nem lehet minősíteni, mert attól a pillanattól kezdve, hogy elkezded minősíteni, kinézel itt a nem létező ablakokon, és azt mondod erre, hogy csúnya. Én meg azt mondom, hogy szép. Nincs csúnya vagy szép, fenséges. Minden, ami létező, az fenséges. Ha leül egy csecsszopó, és elkezd lantozni, és most jön a gondolat vége, az nem jól lantozik, és nem rosszul lantozik, hanem a kis ujjaskáit ráteszi. Életem legnagyobb élménye, és van egy lantos festmény a szobámban, egy kis angyalka, L'Angelo Musicanti, aki lantozik, és valószínűleg először fogott kezébe egy hangszert. Annál szebben még senki nem lantozott a földön. Egyébként egyik kedves barátom, lánya, a Rutka Feri festőművész, aki engem tanított festeni, kb. Másfél órán keresztül tanított festeni, és azóta festőnek is vagyok bátor magamat nevezhetni. A lánya akkor 6 éves volt, és odaadták gitározni hozzám. És először megfogta a gitár, úgy fogta meg, ahogy nem szabad megfogni. És én azt mondtam, ilyen gyönyörűt én még nem láttam. Daniel, én abba akarom hagyni a gitározást, mert ez gyönyörű. Daniel, nem, megint nem tudunk egyetérteni, a világ nem csak fenséges dolgokból áll. A világ nyomorúságos. Hát azért jöttünk, hogy jól érezzük magad. Hát te most jól érzed magad, vagy rosszul érzed magad? Nem érzem magam rosszul. Hát akkor meg már megért, hogy ilyen akkor üljünk és hallgassunk. Miért problémai... kell nekünk beszélni? Miért kell mindig mindenkinek beszélni? Ez a műsor, ez a ja, közönség ez műsor is, informálásának és
és tartalmas szórakoztatásának az igényével készül. Ennek feltételeként pedig beszélgessünk, én azt javaslom, bár hallgathatnánk is. Ha én gazdag lennék, zsigi, zsigi, hát ez a szórakoztatás. Azt gondolom, ez is olyasmi, amit nem csak jól lehet csinálni, vagy rosszul, sőt fenségesen, hanem sokszor nyomorúságosan. És én pedig egy olyan közegről beszélnék, ahol ez... minősíthetetlen formában zajlik, Dániel. Végre nevet, drága barát, harmadszor fog feledkezni. Végre nevettél. Hát akkor Dániel, csak szórakoztatod Dániel, magadat. Dániel. Jól, egy kicsit poros itt ez a... Dániel. Hú! Az, arról beszélsz, hogy a sztárok Magyarországon isteni nevettetők. Lehet, mondtam hogy ma, én ilyet? Lehet, hogy igen, ilyet, ezt mondtam. Hát akkor ragaszkodjunk hozzá. Én ezt letagadom. Hát nagyon jól teszed, hogyha letagadod. Na, akkor le van tagadva. A... Lépjünk tovább. Na, most mi van oda felírva? Mi a következő mondat? Azzal fogad. Hát le van tagadva. Ide le van írva, le abból van még tagadva. Egy sort nem mondtam, mert olyan mértékben tematizálsz, és olyan mértékben egy szót nem tudtunk a bulvárról beszélni gyakorlatilag. Azért, bulvárról is kéne ez beszélni. Lett volna a terv, tehát Dániel, te tudtad, mert, hogy erre vagy felkérve. Hát a végén még a szocializmusban kötünk ki. 5 perces terv. Az 5 éves terv. Nem, ez egy órás terv lett volna. ez lett volna az első egy órás terv, Dániel. De még a pálinka se játszik, meg kezdem ilyen, jól érezni magam. Ez nem azt a hanovizmus, ami most zajlik. Tehát nem fogjuk teljesíteni. Nem lesz jó nem, vége. Nem, túl teljesíteni nem fogjuk sírás a tervet. Sírás lesz a vége. Sírás lesz a vége, drága barátom. Daniel, az nem a kérdésem, hogy akarunk-e beszélgetni a bulvárról, vagy sem. Van-e kedvünk hozzá, vagy? Amiről akarsz. Ha bármiről, akkor akár a bulvárról? Hát azért jöttem, na, nem? Te azt mondtad az imént. Letagadom. Mindent letagadok, az már múlt, az már történt, tegnap mondtam. De nagyon nehéz valakivel vitatkozni, aki a miért? Saját állításait nem tartja fenn. Miért kéne fenntartani? Mert egy vitának a lényeg, a vitának az alapja lenne az. Lehet, hogy a vitának az alapja csak az emberi létnek, nem az az alapja, hogy amit ma mondasz, csak, az igaz. Tudod, amit csak tegnap mondtam, csak tudod, mi a probléma? Csak tudod, mi a probléma? Mondtam, én nem tudom, talán a múlt héten. Akkor igaz. Csak tudod, mi a probléma? Ma már nem igaz. Daniel. Ma már az ellenkezője. Felül lehet vizsgálni azt, amit a múlt héten gondoltál, hogyha ma már másként gondolod, hogyha új információk kerültek a birtokodba, hogyha te magad személyedben megváltoztál, felül lehet vizsgálni, de te nem ezt teszed. Te nem felülvizsgálod azt, amit tegnap gondoltál, hanem dekonstruktíve kihátrálsz belőle, mégpedig kizárólag azzal a céllal, hogy egy poszt formálj ebből magadnak. Még önmagammal se vagyok konstruktív. Pózolsz, ezzel az állításoddal is pózolsz, hogy az már az állításaiddal és a tagadásaiddal egyaránt pózolsz. Gyakorlatilag semmi konzisztenciát nem tartalmaznak a kijelentései. Már ha egyáltalán kijel... Az a lényeg, Dániel, az egészség a fontos, az legyen meg a térerő. Az egészség. Na, igen. Itt van. Ha nincs nos, egészség, te látom kollégáimat, te figyelj ide. Dániel, az a félreértésed. Meghívta, most ez szép volt ez a monológ, ezt meghallgattam, jó, mindegy. A rakás, lerakjuk. Ha nem, ide figyelj, a velem egykorú művészek, sztárok, bulvárfigurák, hiszen ezek az emberek, kollégák, színészek, televíziós személyiségek, zenészek, egyéb művészek, bohócok, ha úgy tetszik, tehát teljesen mindegy, az entertainment bizniszben dolgoznak, tehát a szórakoztató bizniszben dolgoznak, és én nagy szórakoztatókkal azért volt szerencsém együtt egy színpadon lehetni. Azért én mondok neked valamit, az Alfonzóval, én a Latabár Kálmánnal, az időssel voltam, igaz, hogy én csak 14 éves voltam, de vele egy színpadon, papámmal, aki egyébként nagyon híres táncos volt, a Bilicsi Tivadarral, hát ezek titánok. Daniel, ez a Rutkai Évával Daniel, együtt lenni. A Rutkai Évát én is imádom. Daniel, írni neki dalt és csinálni. Irigylésre méltó. Egyetlen probléma, ami a te nagy félreértésed. Na de várjál, nem fejeztem be a gondolatot. Tehát azok az emberek, akik benne dolgoznak, mondjuk így kezdtem a mondatot az entertainment businessben ma, és az én korosztályom. Igen. És szomorúan konstatálom, nem akarok neveket mondani, de mondhatnék néhány nevet, akik egyike másika éppen most halt meg, egyike másikát néztem a televízióban a minap, és látom, hogy nem érzi jól magát ott a képernyőn, tehát önmagát belül nem érzi jól magát. Lehet, hogy egészségügyi problémái vannak, lehet, hogy mentál, lehet, hogy anyagi problémái vannak. Én ezt az utat nem folytatom, ezt az utat nem járom. Ebből az útból én kiléptem, tehát te próbálsz engem abba az útba, egyfajta racionális, egyfajta rendes
mesdjébe terelni a beszélt. Nincsen mesdjéje a beszélgetésnek, és nincsen rendes mesdjéje. Azt kell elfogadni, ami történik. És ezt most nagyon komolyan mondom neked, mert te elvártad volna, te egy elvárásra ültél, hogy most én úgy beszéljek, ahogy illik. Mert ez a műsornak az a cél. Hát ha egy műsornak célja van, akkor én nekem itt helyem nincsen. Én vagyok az az ember, akinek soha nincs semmilyen célja. Nem azt mondtam, hogy céltalan vagyok. Én nem céltalanul bolyongok, ahogy Krúdi írja, hogy csak a vidéki pancser gondolja azt a pesti flaszteren, hogyha egy svábogár előtte elmegy, azt neki agyon kell taposni. Mindennek rendeltetése van, érted? Én cél nélküli vagyok. Ne célozz már meg. Engem úgyse tudsz célba venni, úgyis elhajlok. De partner vagyok, ebben látom az erőfeszítéseid, látom a vergődésed, stb. Ne vergődjünk. Daniel. Ne legyen cél. Szerintem a te félreértésed alapvető. Még ebben az a is helyzetben. A félreértés? Abszolút. Na de várjál, megint kimondasz. Te úgy állsz hozzá ez a helyzethez, mintha egy sztárinterjú lenne. Daniel, ez nem egy sztárinterjú. Ez nem egy sztárinterjú. Nem érzed, hogy hideg van egy kicsit? De én már taknyos vagyok. Petefészek gyulladást fogok kapni. Ez például egy bulvárállítás volt a részedről, hogy itt hideg van, és te petefészek gyulladást fogsz kapni, vagy felfázik a herét. Ez egy bulvárállítás. És elmondom azt is, hogy miért. A nézőre egyrészt nem tartozik, másrészt miért érdekelje. Minden tartozik miért lenne érdekes? Miért lenne érdekes? Miért lenne közérdekű az, hogy te neked fázik a heréd, vagy a prostatád, vagy bármelyik szerved? Ez a kérdés. Azzá válik, hiszen beszélsz róla. Nem. Ha okos nem, volna... Nem, Daniel, ez a nagy tévedés. Daniel, ez a nagy tévedés, hogy attól, hogy beszélünk róla, attól érdekes lesz. Nem, nincs így. Az lenne a jó, ha az érdekes dolgokról beszélnénk, és nem pedig fordítva közelítenénk a dolgot, hogy amiről beszélünk, az automatikusan érdekes. Ez a bulvár nagy hazugsága, és ez a bulvár szereplők nagy tévedése és nagy félreértése. Hogy pusztán azért, mert beszélnek róluk, ők érdekesek, pusztán azért, mert a címlapon vannak ők érdekesek, nem a teljesítmény avatja őket sztárokká, hanem az, hogy bizonyos szerkesztők, újságszerkesztők, tévéműsorszerkesztők, őket a magazinjaikba, a címlapjaikra emelik. Ez egy sztár gyártás, te is legyártattad magad, mint sztárt, annak ellenére, hogy korábban a magad jogán te már voltál valaki, amögött, aki valaha voltál, volt teljesítmény, de te elirigyelted azokat a senkiket, láttam egy akik kicsit teljesítmény nőtt, nélkül egy pici, sztárok. Kicsit olyan melletlen volt. Megértem, hogy kellemetlen volt, a téma. Daniel. Egy pici melle volt neki. Hogy jön ide? És csak így nézett. Hogy merül fel? És én órákig néztem ezt a képet. Csodálatos, ez Daniel. Ez egy óriási sztár egyébként a nő. Igen? Úgy és? Hívják, hogy... Várjál csak, hogy hívják ezt? Megvan. Megvan. Ez egy nő. Kis mellekkel, igen. No mell. Nulla mell. Bizarr. Rettentő szexi. Igen? Egy picit ki volt hízva a bugyiból, ott volt, és csak ilyen blazírt képpel ott, Uram Isten, ha ez tévéműsort vezetne, napokig csüngenék a tévé előtt. Ha ez kijön, és csak végigvonul a páston csonam, két mosznak hívták. És az a semmi, ahogy ott ült, az a blazírt tekintet, amit nem akart kifejezni semmit vele a tekintetével, amikor az kijön a pástra, és semmit nem csak de lépdel, nincs Daniel, mögötte teljesítő. Felvilágosítottál, drága barátom, megköszönöm neked. Negyedszer. A nem csinál, számolod? Három a magyar igazság, egy a ráadás. Tehát várjál, hadd fejtsem ki a magam gondolatát ez ügyben, hogy mi az, hogy teljesítmény. Tehát a teljesítmény, ami bulvár figurává nagyjá teszi az embert, az egyenlő no teljesítmény. Daniel, tehát a semmi csinálás attól hogy vannak, nem, te nem a sztárságot definiálod, Daniel, nem a sztárságot definiálod, hanem a karizmát definiálod. Vannak karizmatikus hírességek, ez igaz. Szerinted a két mossz is ilyen, de ez nem definíciója a hírességnek, meg a sztárságnak, meg a celebségnek, mert akkor ez mindegyikükről elmondható lenne. Abszolút. Nem igaz, de hogy nem nagyon, igaz, hogy Ancsika Stól kedvese karizma lenne, és hogy bármilyen teljesítmény állna, vagy akár a teljesítmény nélküliségnek a nagysága, vagy az átütő ereje állna az ő sztársága mögött. Ez karizmatikus. Nem mondd, hogy az. Tévedsz. Nem mondd, hogy az. Hát hogy? Én azt mondom. Hát tessék, száfolj meg. Jó. Azt mondod, mitől nem az? Azt mondod, hogy... Azt mitől mondod, nem az? Hát te ezt állítottad, hogy nem karizmatikus. Szerintem mitől ez az állításod... Nem az?
Várjál, én na jó, akkor indítsuk azzal, hogy az állítást kell igazolni. Te azt mondod, hogy karizmatikus. Én tagadom, hogy karizmatikus. Lássuk az állítást, vegyük az állítást. Tagadom. Miért tartod? Nem, rossz a kiindulás. Miért nem karizmatikus? Mert bárkivel felcserélhető azért. Azért, mert... Fordíts meg a helyzetet. Az állítás őt, az, őt a helyi értéke, nem a karizmája. Őt a helyi értéke, nem a karizmája avatta azzal, aki. Ő a stólnak a kedvese, és bárkivel felcserélhető lenne ezen a címlapon. Nem karizmatikus. Na miért nem? Ma attól nem lesz karizmatikus, hogy te azt hazudod róla, hogy az. De várjál, te állítottál valamit, te azt állítottad, igen? Hogy ez a nő nem karizmatikus. Egy tudod tagadás mit? De még az is lehet, hogy az. Nem vagy tisztában a magyar várjál, nyelven. De még az is lehet, hogy az, de nem ez a lényeg. Attól függetlenül kerül címlapra valaki, hogy karizmatikus vagy sem. Nézd, hogy lehet, nézd. Hogy címlapon van és karizmatikus, és még sincs összefüggés. Te szerelmes vagy. Te össze-vissza beszélsz. Dekonstruálod a vitát, nem vagy szerelmes. Ez gyönyörű, nézd. Nem vagy szerelmes a stolnőjébe, csak hátrálsz ki folyamatosan hát a beszélgetésünkből. A lányom nem mondana nekem, apa, aki te bevette, szerelmes vagy, abba szerelmes. Abba de nem vagy, nem vagy szerelmes. Ez a nő tetszik nekem. Ez neked oly keveset jelent ez a nő. Ő se karizmatikus? Stolba is szerelmes vagy? Azt most még nem döntöttem el, de olyan naív, egyszerű fiú, megsimogatnám a pofácskáját, aranyos. Olyan nagyon hitvány színvonalra silányítjuk le ezt a beszélgetést, az a szörnyű, hogy gyakorlatilag minden állítás és annak ellenkezője elhangozhat. Valahogy magas szintű volt ez a beszélgetés? Volt egy ilyen tervem. Itt a probléma. A tervek. A tervezés, hát igen. Eljutok A-tól B-ig és Isten. Nem, A-tól, nem, ne, de mindegy, A-tól felülem C-ig. Nekem mindegy, nem, jussunk el bárhonnan, ember bárhova. Tervez, nekem hát, olyan tervem nem volt, hogy nekünk valahova kell eljutni. Ide jutunk. Nekem tervez. Olyan tervem volt, hogy bárhova jussunk el. Miért? Mert ezt érdemli a néző, azért. Azért, mert hozzászoktatott a média téged, Dániel, ahhoz, hogy a semmiből műsort csinálhass. Én azt gondolom, hogy a műsorhoz érdemes valamit letenni, valamit közölni. A semmiből semmit csinálni. Ez most, most fel is állok. Ez gratt. Végre rájöttünk. Tehát a semmi csinálása, nem semmit tessék csinálni, hanem a semmit csinálni. Te ebből a blöffből egy nagy taoista bölcsességet próbálsz kovácsolni, de ettől még egy blöff. Daniel, egy blöff, egy nagyon-nagyon-nagyon üres állítás nélküliség. Blöff. Hát gyönyörű. Na, gyönyörű, népszerű. És Guy Ritchie is véletlenül szeretett bele ebbe a kifejezésbe. Guy Ritchie bele szeretett? Igen, bele. Hát ez akkor az szó. Emlékszem, hát pókereztem egy időben, és akkor blöfföltem. Ugye így mondják, hogy blöffölni. Mondok nagyot, mondok ázt, vagy valamit. De ezt csinálod folyamatosan. Jaj, tehát neked ez póker se kell. Isten, végre felfedezted bennem. Hát már megérte, hogy itt vagyok. Nem egy akkora pszichoanalízis. Hát ez isteni, hogy nem, ez minden isteni. Ez talán csak és abban a közegben. Felhívtál a figyelmet, én nem tudtam, hogy blöffölök. Most megszoktam. Folyamatosan blöffölsz. Egyetértek. Folyamatosan állítások nélkül beszélsz, az az igazság. Olyan, mintha a szél lobogtatna a szádat. Egyetértek. Nem beszélsz, csak fecseksz. Azért, mert a bulvármédia ehhez. Drága most szocializál is kell. Nem beszél, csak fecseksz. Ez így van jól, drága barátom. Nincs ez így jól. Fecsege. Na, nagyon nincs ez így mi? Jól. Komolyan szerintem kéne, nagyon súlyos probléma, valami? Nagyon súlyos probléma, az hogy állítások nélkül, fecseg. Hogy közlés nélkül. Hát mit tudok én közölni? Mi van nekem valami, amit közöljek? Csak fecseg. De akkor miért kell szeméttel traktálni a közönséget? Hát ha ez jön ki belőlünk. Mi az, hogy szemét? De miért kell ezt? Meg én, mi az, hogy jó, mi az, hogy rossz? Mi az, hogy szemét, mi az, hogy érték? Te magad, mondtad, hogy a közlésednek nincs veleje. Kellene, hogy legyen? Hát nagyon jó lenne. Nagyon nem ártana. De az igazság, ja, hogy ezt a... Ja, mert a disszertációra készülök. Tudom, hát doktor Benkő akarok én lenni? Daniel. Akarok én lenni egy rektor? De nem, kell rektornak lenni. Legyen értelme annak, amit mondasz, az pont elég. Az pont elég, hogyha nem vagy rögtön szerelmes valamibe, amit meglátsz egy ikonikus ingerbe, és az állításaid akarnak közölni valamit a nézővel. Nem tudom bármit teljesíteni. Nincsen értelme annak, amit mondasz. És mégis hozzászoktattak ahhoz, hogy te folyton érdekes vagy, ugye? A médiában. Hát én azt nem tudom. Nem tudom, van egy titok. Most meg is kérdezem. Megszoktad, és el is hitted, ugye? Én nem hogy érdekes én vagy. Én nem hiszek semmit. Én nem hiszem el. Hogy nem, hát nem hiszel semmit? Valaha valamit hittél, nem?
Hogy veszett az el? Hol veszett az el? Hát csináljak úgy, mintha ez egy sztárinterjú lenne, mert másra már úgyse vagyunk jók. Lejár az idő? Egy értelmes beszélgetés. Nem, hát hogyha holnap ilyenkor itt lennék, hogy akkor se szednék ki belőled semmi értelmes állítást. Hogy veszett el? Hogy veszett el belőled az igény arra, hogy értelmeset mondj? Benyúltam a farzsebembe. És eldobtad? Eldugtam. Kinek szánod? Még magam se találjam meg. Senki ne találja meg. Aki értelmeset akar beszélni, az tévútra vezet téged. Az értelmes beszédet az tartogasd a politikusoknak. Privilegizálják a politikusok az értelmes beszédet? Mi pedig mondjunk le róla. Mi érjük be a bulvárral? Mi érjük be a hétköznapoknak a szemetével? Abszolút. Mert az jár nekünk. Én nem alacsony mert az a miussunk, a politikusok majd beszéljenek értelmesen, azt pedig utaljuk át nekik. Abszolút. A nagy ember. Mennyire szervilis ez a gondolkodás, abszolút. És mennyire mélyen cinikus ez az egész attitűd? Abszolút. A értelmes beszéd az von Haus-Aus bennünk van. A semmi megmondása, az értelmetlenség, az csak úgy vagyok. Azt fel kell viszont fedezni. Arra rá kell jönni. Ahhoz bölcsnek kell lenned. De mondom, ez nem az zen. Ha nem hallgatod végig, akkor nem tudod, hogy én értem, de én értem, hogy miről beszélsz. Tehát az értelmes beszédet azt én a politikusoknak és a fontos embereknek, a gazdag embereknek, a bankároknak, az üzletembereknek, akik irányítják a világot, azoknak adom át, engedem át, ha úgy tetszik. Ez olyan, mint hogy valaki felülről a gyerekeknek odaadja a labdát. Ez az ő labdájuk. Tehát okosan, okosakat mondani, tanult emberek által okosakat mondani, az valószínűleg a könnyebben járható út. Na de tessék semmit mondani, tessék szórakoztatni, ha már egyszer a szórakoztató iparban vagy benne, tessék úgy szórakoztatni, tehát azt gondolod, hogy a pluszta, mindjárt vége, ne türelmetlenkedj, drága fiam, ne türelmetlenkedj, még fiatal vagy. Vezd el a türelmetlenségedet, dobd el. És akkor szexuálisan is helyére fognak kerülni. Jaj, köszönöm. Jaj, igazából az imám éppen tanácsot akartam kérni. Pontosan. Ja. A türelmetlenség az azt jelenti, hogy a szexualitásban valami nem stimmel. És a szexualitásban egy dolog tud a helyére kerülni, ha mint férfi elveszíted, eldobod, megtagadod a türelmetlenséget. Mert a nővel türelemmel kell lenni. És ha a nővel türelemmel tudsz lenni, akkor egy ilyen beszélgetésben is leülsz, és akkor eldöntöd magad, ez a Pali hülye, úgyis hülye, úgyse tudok vele zöldágra vezetni, nyissak egy új lapot. Daniel. De még mindjárt vége a beszélgetésnek, és te még nem jutottál el odáig, hogy egy új lapot nyissál. Nyissál, adom neked itt a lehetőséget. Nem lehet lapot nyitni. Veled nincs nem lap? Lehetni. Nem, hát figyelj, a hát akkor, úgy nem lehet, akkor úgy nem lehet, akkor úgy, te várjál. Úgy te nem mondod lehet, az okosokat, én mondom nézd, a blődet. Nézd, úgy nem lehet sakkozni, hogy az egyik fél a sakkbábukat a táblán tologatja, a másik pedig a sakkbábukkal dobálja a másikat, csak az egyiket. Csak úgy lehet. Nem. Ismered azt a híres ez, amiről, játékot a Salmon, ez, amit csinálsz, meg az ez, Alfonso, csinálsz, az, egy, az az igazi sakk. Ez, mi csinálsz? Az, hogy a lónak így kell lépni? A ló úgy lép, ahogy akar. Ez mi? Hagyjuk már ezeket a szabályokat. Szabályok? Mi az, hogy tudod, mi a szabály? Az, hogy a tejútrendszer ott van, ahol van, az a szabály, hogy a nap felkel és lenyugszik. Az a szabály. Daniel. Semmi más Daniel. Szabály nincs. Tudod, mi a szabály? A gravitáció, hogyha leesik a tégla, és a fejedre esik, akkor betörik. Ez a szabály, amit ember kreál szabály, az silány. Hagyjuk a szabályokat. Megmondták, hogy a ló meg a futó a faszba bele. Le kell rúgni a táblát, és kész. Rendben. Vagy megsimogatni. Rendben. Igazad van, ez de ne hívjuk saknak. Soha többé ne hívjuk saknak, hogyha nem úgy lépünk a bábukkal, ahogy az a sakban meg van írva. Legy. Akkor viszont ne állítsuk azt, hogy sakkozunk. Oh, hát akkor, na, akkor... Az a probléma, Dániel, hogy te, hogy hideg ezt van, a... Nem? Kicsit hideg van. De. Nem vagy taktikus? Szóval nézőnek otthon a lakásában jó melege van, és nem tartozik nem rá, hogy nekünk mi fázunk-e itt vagy sem. Miért nem? Na de ez a tévedésed... Én nem mondhatom, hogy fázok. De ez a tévedésed, hogy az érdekes hát a néző számára. Korlátozva vagyok az én szabadsági gomba. Ide ülök, nem mondhatok azt, amit akarok, kisnyalhatom a magam segít. Micsoda félreértése ez a szabadságjogoknak, Istenem? Még korlátozok, én téged korlátozok bármiben is. Elmondhatod a magadét, nézd. Amit akarsz. Nézd. Még ha te, nem is te, olyan okos az a mondat, akkor is hagyjuk. Te azt a bulvárfecsegést, amihez szocializált téged a média, azt egy Zenko Annak próbálod beállítani. Mintha valami mélységes bölcsesség, és a világnak a színefonákja rejlene benne. De nem, valójában nem. Az, amiről te beszélsz, te azt állítod róla, hogy értelem nélküli, pedig valójában csak értelmetlen. Vagy tudod mit? Még talán értelmes is. Érdektelen. Végtelenül.
Végtelenül érdektelen. És elmondom azt is, hogy... Ezzel teljesen egyetértek. És elmondom azt is, hogy miért. Miért kéne, hogy érdekes legyen? Mert nincs is igényed rá, mert megkapod a visszajelzést, visszaigazolást. Nem, nem értem. Tehát nem kell érdekesnek lennünk? Anélkül is megkapod a... Igen, pont erről van szó. De hogy nem vagyok kell... Én ezt nem tudom. Érdekes vagyok én? Talán, ha érdekes is vagy, annak sincsen semmi köze ahhoz, hogy bulvár szereplő lettél, és hogy úgynevezett celebrity vagy. Mert azzá váltam? Azzá váltál, és ezt te pontosan tudod. Na, de akkor valami oka van? De nem, belőled van oka, na, és hogy mi? Legyártottak annak. De ez az oka, ez nem belőled, pontosan, ez nem belőled fakad. Benkő gyárban születtem. Nem, celebgyárban születtem. Celebgyárban születtél. De ezért celeb lettem. Nem? Hát, hogyha te erre vered magad, akkor az lettél, Dániel. Hát, lettél. Ha már celeb gyárban jöttem. Az lettél, Dániel. Csak baj. Azt ne állítsuk, mi vagyunk a celebek, ismered ezt a notárek, celebek, a dzsungelbe bemegyek, bemegyek. Mi vagyunk a celebek, celebek, a dzsungelbe bemegyek, bemegyek. Emlékszel? Ez egy nagy sláger. Nem emlékszem. Hát, mert... Akkor te még biztos, ja, igen, biztos, mondjuk. Nem néztem. Igen, még apró voltam. Nem, ja, ne, kicsit, nem tudom, mondtam el most, igen. Hogy a dzsungelt emlegeted azért. Igen. De azért azt ugye nem gondolod, nem. Hogy mondjuk Fekete Pákó, vagy Kiszel Tünde a maga jogán került abba a reflektorfénybe. Azért lett belőlük celebrity, mert ők annyira szórakoztatóak, vagy annyira érdekes emberek lennének, isteni bohócok nem lennének. Nem szívesen mondom ki, de nem kéne irigynek lenni. Én nagyon tisztelem. Így vagyok az ő sikerükre. Abszolút. Most, hogy kimondtad ezt a képet, magam kapcsán ezt nem vetettem fel, felvethettem volna. De annál nagyvonalúbb vagy. Abszolút. Ahogy mondod, barátom. De a Pákó és a Tünde, egyébként nem vagyok felhatalmazva, hogy róluk beszéljek, mert ki vagyok én, hogy bárkit is megítéljek. Én nagyon sokat tanultam tőlük. A Tündének van egy varázsa, amit tényleg nem tudsz megfejteni. A Tünde egy izgalmas és intelligens nő. Ha esetleges hibáival, vagy valami, teljesen mindegy, megfejthetetlen. A Pákó... Igen. Folytasd, kérlek. Okos. A Pákó az annyira okos, hogy zighejlezett az interneten. Meghívta őt Tomcat, én ezt nem hallottam. Képzeld el, Heil Hitlerrel köszöntötte Tomcatet. Igen? Fekete Pákó. A maga bőrszínével, a maga intellektusával, azzal a celebrity nagysággal, amit ő megtestesít. Attól függ, hogy hol van az intelligenciának ezzel. A referenciája, Dániel. Nálad olyan alacsonyan van, hogy a Fekete Pákóra már rámondott, hogy intelligens. Abszolút. Hát igen, mert jó, csak az a kérdés, hogy ki nem intelligens, ha Pákó az. Például te. Például én nem tehát felelek meg ennek a referenciának. Én most a Pákóval való összehasonlításban mondtalak téged, nem a magammal való összehasonlításban. Az a kérdésem, hogy Szabó Ádám, vagy a barátnője Bea, az ki? Hát ő a Hajdú Ikreknek az egyike. Ők isteni nevettetők, isteni mulettatók. Ők például celebritik. Hajdú Ikrek. Ez mai lap? Celebritik, igen. De szolgálhatok egyéb celebritikkel is. Ők mind maguk jogán valakik, ugye? Igen, nagyon szép. Igen, ők mind isteni nevettetők. Kinga is celebrity. Igen. Meg ez a hölgy is celebrity. Igen, ők azok. Azok. Érdekel. Azok, és annyian vannak, hogy elképesztő. Na mondjál még, ez érdekel ez a téma. A kollégák, ők a kollégáim, ugye? Itt van ő, aki gyermekét leste a parkolókocsiból. Egy öngyilkos férfi, aki gyermekét leste a parkolókocsiból. Sörrel készült a halálra. Íme az emberi nyomorúságnak a kiárusítása. És pontosan ugyanaz, ami közön van most itt. Hát ehhez több köze van a Fekete Pákónak, mint neked, de talán te sem vagy érintetlen ebben. Mert a Fekete Pákó is egy végtelenül nyomorult ember, akinek egy ország röhög, akinek a nyomorúságán egy ország röhög, és önbizalmat épít. Mit jelent az, hogy önbizalmat épít? Az emberek azt érzik, amikor a Fekete Pákót látják, mint hírességet, hogy erre én is képes lennék. Hát ezt én is meg tudnám csinálni, én is lehetnék sztár. Ne, talán én sem vagyok egy senki, talán én is képes vagyok erre a teljesítményre. Vagy talán te is épp olyan nyomorúságos vagy, mint ő. Mert ha te arra... De ha a Fekete Pákó nyomorúsága őt feljogosítja arra, hogy a médiában szerepeljen, akkor a nyomorúság az is egy relatív fogalommá válik. Persze. Itt van egy ember, akinek az öngyilkosságát árusítja ki ez a mocsadék média. Na most mi a véleményed erről? Mondtam, ez egy érdekes ember? Ez egy izgalmas ember? Kimondtál egy gondolatot. Kimondtad azt, hogy valaki, aki a médiában foglalkozik, egyébként kollégánk,
vagy egy hajóban evezünk, most teljesen mindegy. Kicsoda? A Pákóra mondtad azt, kollégád, hogy nyomorúság. Szerint, igen. Abszolút. Aki benne van ebben a televíziózás bizniszben, az kollégánk, ha akarod, ha nem. És ha az egyikünk minősíti a másikat valamilyen formában, igen, azzal önmagát minősíti. Tehát én óvatosan bánnék azoknak a szavaknak a kimondásától, amivel bárkit minősítek, tűnik a minősítő szó, az nem őt értékeli, hanem azt, aki kimondja. Tehát amikor én kimondanék egy olyan szót, amit nem mondok ki, hogy nyomorúságos, ez a szó, bárkire mondom az hozzám jön vissza. Ki ez van legközelebb, ez az általam kimondott szó? Én hozzám. Ezért, ha én kimondom valakire, hogy nyomorúságos, akkor felvetődik egy intelligens emberben az a kérdés, hogy hoppá, nézzük csak meg, ha ezt a szót ő megpedzette, belőle indul ki, ő kreálta, hát nem az ő nyomorúságából született ez a szó, hogy nyomorúságos. Én most ezt nagyon komolyban mentem át, azt én Daniel, belátom. Daniel, remek tanítás. De ilyet nem szabad kimondani. Csak azt megérted? Lássuk, hogy... Megígéred nekem, hogy ilyeneket nem mondasz ki? Daniel, reagálhatok erre? Persze, hogy reagálhatsz. Ebben az országban... Ne minősítsen. Ebben az országban veled együtt, vagy talán rajtad kívül 10 millió ember gondolja ezt a fekete pákóról. Mindenki ezt gondolja a fekete pákóról. Mindenki ezt gondolja, ezt nem mondjuk ki, mert ez a te tanításoddal ellentétes, meg azzal az össznépi képmutatással ellentétes, amelyet a bulvár ránk hagyományoz, ránk erőszakol, ránk erőltet. Ugyanakkor nekem mindenki, játszó pajtásom Daniel, a bulvár, én Daniel, nekem semmi bajom nincs mindenki vele. Pontosan engem szeret tudja, a bulvár, én szeretem a bulvárt. A bulvár Daniel, az Daniel, egy újságírás. Én meg azt kérem, hogy egyszer hallgass végig te is engem, hogyha elkezdek beszélni. A bulvár az egy televíziós és sajtóbeli megnyilvánulás, ami egyébként mesterségesebben leszakítva a nem bulvár világról. Daniel. Tehát azt mondod, hogy nem tudom, kimondhatok-e újságneveket, ha azt mondod, hogy a Bors, vagy ezeket emleget, vagy kézbe vetted, meg a Blik bulvár, de ugyanakkor a Népszabadság, vagy a Magyar Nemzet nem bulvár, ez viccnek is rossz. Újságírás. Ott csak az egyiknek van tétje, a másiknak nincs tétje. Az egyik tétje. Mögött van teljesítmény, a másik mögött nincs teljesítmény. Hogy az egyik mögött ott van a teljesítménynek az igénye, még az akkor is, hogyha nincs teljesítmény. Mi ilyen a Népszabadság. Tehát az újságírás a politikai... Nem az újságírás. Az, amiről szól az újság. A mögött ott van a teljesítmény igénye, még hogyha nincs is mögötte teljesítmény. Akkor a bulvár vagyok... mögött a teljesítmény igénye sincs meg. Ez a probléma. A fekete pákóra visszatérve, bocsássál meg, a fekete pákóval kapcsolatban... Hogy én 120-szal megyek neki a falnak, abban van teljesítmény, de ha csak 80-al, akkor nincs teljesítmény. Mi az a teljesítmény? Ezt nem ti sikerült még tisztázni. A súlyos válság jele, hogy te ezt a kérdést fölteszed komoly képpel, hogy mi az, hogy teljesítmény. Nem. Hogy ez fölmerül benned egyáltalán. Meddől teljesítmény és Daniel, meddig természetes. A nyomorúságra visszatérve. A 100 méter... Fontos beszélni, mert egy nagyon fontos állítás elhangzott a nyomorúsággal kapcsolatban. A nyomorúságnak a fokmérője nem az, hogy valakit nyomorultnak tartunk-e vagy sem, hanem az, hogy visszaélünk a nyomorúságával. Ha gyaloglom, és fél óra alatt jutok a végére, akkor nem tettem teljesítményt. Ha viszont 10 másodperc alatt megyek végig, akkor teljesítmény. Ha egy lábatlan ember két kézzel megy végig. Fekete pákóra célzol? Nem, most effektíve. Egy olyan ember, akinek nehézségei vannak a mozgással, és az mondjuk 5 perc alatt megy, annak lehet, hogy a világ legnagyobb teljesítménye, neked semmi. Mert te nem 5 perc alatt mennél le. Tehát mi az, miért hogy teljesítmény? De azért hozom fel, drága barátom, mert... De ettől még létezik teljesítmény. Nem, attól, hogy nem létezik. Attól, hogy relatív. Nem létezik. De létezik teljesítmény. Nem attól, létezik. Hogy a teljesítmény, az függ az adott személy képességeitől, és nem mindenki esetében jelenti ugyanazt egy láb nélküli ember számára, a 10 méter megtétele teljesítmény. Egy lábbal rendelkező személy számára a 10 méter megtétele nem teljesítmény. Ettől még a teljesítmény fogalma létezik, csupán relatív. De attól, hogy te relativizálod a teljesítmény fogalmát, ez a fogalom még nem vesztette el a jelentését. Nem vesztette el az érvényét, csak a bulvárban vesztette el az érvényét és a jelentését. Te pedig azzal igazolod saját magadnak a bulvár szereplésedet, hogy a teljesítmény szónak a... Te nem magadat kérdőjelezed meg, hanem a teljesítmény szó jelentését kérdőjelezed meg, mert ez a te önigazoló ideológiát. Ez a stratégiád arra, hogy igazold a saját magad számára a teljesítmény nélküliséget egy olyan ember számára, aki valaha a saját maga jogán volt valaki.
Ez voltál te? Mi az, hogy teljesítmény? Ezt tisztázzuk, mert én leragadtam ennél. Te itt ülsz és próbálsz teljesíteni valamit. Nézzük meg, hogy mi Hajós András véleménye a témáról. Van véleménye? Igazán értelme, tehát paradoxon eleve a bulvár arról szól, hogy a sztárok a különleges életüknek hinni akart emberek világából meseszerű momentumokat tesz az emberek elé, akik ezért ezen csámcsognak, ahelyett, hogy tyúkszoros életük realitásait felismernék, a munkahelyre menet. Magyarországon nincsenek, nem lehetnek sztárok, ez egy mennyiségi kérdés, nincs olyan ember Magyarországon, aki a sarki közérbe ne találkoznak, hogy ügyes vagy az dolgairól, szeretőiről, részegségéről, megvásárolt új autójáról, akit nem látnál kiabálni a bankban, hogy ő előre akar menni, vagy éppen nem akar előre menni. Hát ennek az egésznek így nincs értelme, ennek következtében ez egy Neumayer, ez felfújt, és egyébként szerintem szakmailag nagyon téves, mert valami olyasmit akarom majmolni, aminek a körülményei nincsenek meg. Még tart ez? Most van vége. Hát te éppen elkezdtem unatkozni. Ja, most ez is jön, vagy ez már nem? Nos. Most ő milyen minőségben nyilatkozott? Mint bulvár szereplő. Mint bulvár szereplő. De egyébként ő szociológus is, hogyha jól tudom. És, nos, és várj egy pillanatra. Hogyha szabad. Nem szabad. Nem szabad. Ha szabadjon. Hiába. Ha bulvár, én vagyok a vendég, tessék kinyalni nekem. Ha bulvár szereplőként beszélek a többi bulvár szereplőről, ugye? Igen. És ilyen letargikus dolgokat oktrojálok nekik, igen, mintha ők itt kitárna az egyik ilyen kurva, a másik olyan kurva, ugye, mert itt erről szólt a történet, akkor savanyú a szőlő effektus történik. Savanyú a szőlő. Tehát fogalmazunk úgy, hogy fogalmazunk úgy, hogy a Hajós András itt és most, mint szociológus fogalmazta meg azt, amit. Na, de nem volt ráírva, hogy én most szociológusként beszélek. Hát ha szociológus, hanem a világban mégiscsak bulvár figuraként működik. Hát hogy jövök én az, hogy leszóljam a többi kollégát? Dániel. Hogy jövök én Dániel. Én azt gondolom, csak foglalkozunk egy kicsit, ha szabad, azzal... Egy kicsit nyilatkozom a szórakoztató iparról, a szórakoztató iparban, akkor legyek szórakoztató. Mert ez minden volt, csak nem szórakoztató. De ennek a műsornak nem az elsődleges célja az, hát hogy szórakoztató legyen. Hát akkor miért vagyok legyen, mert nem csak ez az igény azért létezik. Vagyok itt, hogy szenvedjünk. Mert a médiának nem csak ez az... Mert nem ez az egyetlen egy mérhető paradigma létezik, hogy szórakoztató és nem szórakoztató. A szórakoztató iparnak nem az, hogy szórakoztató, de vagy nem. A média nem csak szórakoztató ipari igényeket kéne, hogy kielégítsen. Én nem a hírekben vagyok benne, én nem a baba világban vagyok benne. Daniel. Én nem az autósportban vagyok benne. Daniel. Én a entertainment businessben vagyok benne, ha jól tudom. Daniel, a viccesboltban lehet kapni olyat, hogy műanyaghányás. Az olyan, amit ki lehet csapni a földre, és egy vicces tárgy... Vigyázz, mert már van itt egy másik rakás, amit te raktál ide ki. És ez a műanyaghányás, ez a megtévesztésig olyan, mintha valaki odahányt volna. Jó. Mindig van benne répa, ez például köztudott. Ez na most, amit a Hajós András említett, az nagyon-nagyon helytálló, de szerintem egy más aspektusból nézve sokkal fontosabb. Magyarországon kinek azért nem, nincsen... Nem fázol? De. Ugye? Magyarországon azért csak nincsen... Csak te hős vagy, nem aszírozza meg kicsit a lábadat, hogy belemenjen már a vérkeringés. Magyarországon, Dániel, szerintem azért nincsen... Azt akkor a kifejezésed azt jelentett, hogy viselkedjek rendesen? Daniel. Hát azért hívtatok ide, hogy rendesen Daniel viselkedjek, vagy még azért, hogy élvezzem na, az szóval életet. Csak azt akartam elmondani. Én élvezni akarom az életet, én nem szenvedni jöttem ide, drága barátom. Fogd már fel!
A kerékvágásban benne vagy valami tudományos lószart, nem tudományos, csak valami érdemes. Élvezd az életet! Mondom, itt a szexualitásra kell vissza. Hogy állsz a nőkkel? Beszéljünk már erről. Hogy állsz a nőkkel? Figyelj, nem fogsz belerángatni egy bulvár tematikába, és tudod, hogy miért nem de fogsz miért belerángatni? De miért tematika? Én és a megmondom, hogy miért nem, nem a bulvár. De nem, ha ezt nem venné föl egy van kamera sem, ha ezt nem venné föl egyetlen kamera sem, akkor ez nem bulvár lenne, hanem egy magánbeszélgetés. De mivel, hogy ezt forgatjuk, vöröset így szeretem. Ez már a leghitványabb bulvár, mert vöröset egyáltalán nem közérdekű. Daniel, nem közérdekű. Én nekem közérdekűnek kérdezik. Nem érdemes traktálni az embereket olyasmivel, amit érdektelen. Egy teljesen banális dolog, hogy a nő, hogy a vöröseket, a szőkéket vagy a barnákat szeretem-e. És hidd el, pont ilyen banális, hogy te a vöröseket vagy a barnákat vagy a szőkéket szereted. A szerződésemben az nincs benne, hogy nekem nem szabad banálisnak lennem. De szabad? Sőt, ez rád jellemző. Nem tiltja a szerződés. Nem tiltja. Csak én nem leszek az, hogyha megengeded. Én nem fogok kamera előtt nyilatkozni de arról, hogy, vöröset, és nem azért nem fogok nyilatkozni, hogy a vörösről vagy a szőkéről. Ne, szőkéről nem volt szó. Ez egy, vörös vagy fekete? Ez egy bulvár tematika. Most ez egy nem megyünk rettenetes bele. Komoly kérdésé vált most. Vörös vagy fekete? Na? Ez egy rettenetesen komolytalan kérdés. Borotvált vagy borotválatlan? Na? Nincs semmi jelentősége. Ízesített, szagosított, hogy szereted? A nézők számára érdektelen téma. De érdektelen, jelentéktelen. Már fel kell dobni valamivel magamat. Daniel. Ideg van. Szóval vörös vagy fekete? Na, döntsd már el. Sok ember van. Van aki, sok? Aki a bulvár médiában, aki ostoba és érdektelen az érvényes állítások vörös iránt. Vagy fekete? Te, Daniel, te nem ostoba vagy. Volt már vörös nő? Te nem ostoba vagy, hanem volt... szellemileg igénytelen. Ez nagy különbség egyébként, mert a bulvár teret általában ostoba emberek töltik meg. Te szánt szándékkal butítod le magad az ő szintjükre, holott meg lenne az intellektusod ahhoz, hogy érvényes állítások mentén kommunikálj, de az igényed nincs meg hozzá. Mi az, hogy ostoba? Egy új szót, ha most kimondtam. Jaj, most definiáljunk megint, dekonstruáljuk ezt a fogalmat, az egész beszélgetést. Segíts, úgy, ahogy lehet. Már nekem. Mit jelent az, hogy ostoba? Mi az, hogy ostoba? A felfogó képessége gyenge, az asszociációs, az intellektuális, a fogalomalkotási képességeinek a... Mettől kezdve erős a felfogó képesség, meddig gyenge? Ennek a megítélése meglehetősen szubjektív, bár pszichológusok tesztekkel ezt is erről tudják mérni. Most mondok neked valamit. Mondj már valamit, kérlek. Nagyon... Valami érdekeset lehetőleg ezúttal. Láttam egy kísérletet, egy képernyő, így itt volt a képernyő, és itt volt mellett egy majom. És a majomnak megmutatták, hogy felvillant 10 kocka, és a 10 kockára voltak számok írva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Össze-vissza álltak. És neki megmutatták, hogy milyen sorrendben kell hozzáérni a számokhoz. És ha jó sorrendben ért hozzá, mind a 10-et kiütötte, akkor kapott egy narancsot. Megcsinálták kisgyerekekkel, értelmes, 8-10 éves gyerekekkel, a legjobb, aki tudnék, felvillantották minden, és utána elnémult, és más sorrendben, máshogy összedobva, ott volt a 10 szám. És akkor kellett, csak 4-ig tudtak eljutni, az volt a legértelmesebb a gyerekek között. A majom úgy oldalnézett, egy-kettően jutatjuk ki 10 is. Egyszer nem rontott. De ez egy pszichológiai közhely, Daniel. Na de várj egy pillanatra, emberszabású majmok, mi az, azok 11 néhány éves gyerek értelmi színvonalán állnak. Nem tudom ezzel a mit akarsz igazolni. A legfelnőttebb ember ezt nem tudja megcsinálni. Ehhez a majomhoz képest a világ 7 mától... Bocsássál meg, ez nem igaz. Ma már 7 milliárd a majom. Bocsássál meg, ez nem igaz. Nem képes. Felnőtt ember nem képes megcsinálni azt, amit az ember szabású majom? Azt, amit ez megcsinált. Daniel, nincs hazugság. Az a felfogás. Hazugság. Ez megint egy hazugság. Megint belecsúsztál egy olyan állításba, ami védhetetlen, de igényed sincs rá, hogy védd, hiszen megint csak a szél lobogtatja a szádat, szokásod tudod, szerint. Ha te kedvelnéd a szőkét, a vöröset, a feketét... Hát akkor sokkal jobban kijönnénk egymással nyilván. Magaddal. Ja, az meg főleg. És az lenne az igazán. És ha olvasnád... És ha magammal, akkor veled is. Olvasnád azokat a nemes veretű gondolatokat, ahol azt mondja a költő, író, hogy Szimbád, gyere, hazudsz szépeket. És amikor saját magáról írja ugyanezt Krúdi az önéletrajzába, hogy az egyik könyvének az előszavában írja, hogy semmi más, semmit nem írtam mást, mint színhazugságot. Egész.
egész életemben. Azt mondom, ez gyönyörű. Tehát de Dániel, engem nem érdekel kiváló, az igazság. Dániel, az kiváló. A hazugság az nagyszerű. A hazugság érdekes. A hazugság inspiráló. De te nem hazudsz. Leginkább nem hazudsz. Leginkább semmit. Elrontottam az életemet? Semmit mondasz. Se. Végre, hát ezzel ültünk le, barátom, hogy a semmit kell mondani. Végre, hogy rájöttél az élet bölcsességére. Ne mondj már ennyi okosakat. Egy órán keresztül mondtál okosakat, de én úgy unatkoztam, bevallom neked, és most már szeretnék valami jó pálinkát meginni, hogy részemről ennyi. Szerintem ennyi volt, nem? Hát most már hagyjuk már. Folytassuk nem, legközelebb, nem, jó? Nem, ígyunk egy, gyere egy pál, ezt így már nem mi szerkesztjük a műsort. Na most az ha szerkesztjük, igazság, hogy... nem szerkesztjük, gyere velem, és ígyunk egy jó pál, ezt. Hogy... Itt a vége, fuss el véle, jó van. Egyébként köszönöm szépen, ez jó volt, jól esett. Nézzük meg, hogy mit gondol a bulvár szereplőkről Szabó Gábor pszichológus. Szakpszichológus. Meg szüksége van szeretetre és elfogadásra, és aki ebből nagyon keveset kapott az életében, az bármit megtenne azért, hogy ez így legyen. Arnold Schwarzenegger mondta anno, hogyha azt mondják neki, hogy a bicepsze egy centimétert nő egy gödör ürüléktől, akkor azt megeszi. Mert azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak így a világon, akik mindenre képesek arra, hogy elülálljanak. Ugye a Tao mondja, hogy azért, mert fénybe állsz, minden ragyogsz. És elég sokan gondolják azt, hogy ha beállnak a fénybe, akkor majd jobb lesz, meg szebb lesz az életük. Csak abban a pillanatban, hogy elfordítják róluk a reflektort, akkor ugyanolyan üres és magányos lesz, mint előtte volt. Csak még annak a terhével is kell együtt élni, hogy voltak már fönt 15 percig. Mi az, hogy fönt, és mi az, hogy lent? Léteznek ezek a fogalmak, Dániel, léteznek a fogalmak, és léteznek érvényes állítások anélkül is. A fent és lent? Létezik? Létezik a fent és a lent. Mitől fent? Most mihez, fent, hogy forog a világ? Mihez képest? Hogy fent, hogy lent? Relatív fogalmak, de léteznek. Minden relatív, de attól, hogy relatív. Dániel, ami az állítás. Beszéljünk arról, amit mondott a pszichológus. Elárulta a pszichológus magát. Arról elárulta beszél. Magát. Elmondta azt a... Mi ez a zsúgás egyébként? Daniel. Elmondta, bocsánat, a végén ugye bölcset mondott, nagyon bölcset, nagyon finom, 15 percig a fényességben, és akkor már elhiszük magunkról, hogy mi is sugárzunk magunk. Ahogy Móriczka hiszi, hagyjuk már ezt. És azt mondja, hogy hát azt elhiszi magáról, hogy fent van. Hát egy igazi pszichológus az ilyen kifejezéseket, hogy fent vagy lent, egyszer nem használ, mert mindenki tudja, hogy a világ mindenségben lebegünk. Abban a nagy tengerben egy pici kis hullámok vagyunk, amik időnként felvillanunk, időnként eltűnünk, de nincsen fent és nincsen lent. Tehát nincs origó, nincs fönt onnan és, van fönt kiindul. És lent, csak ezek relatív fogalmak. Relatív. Valamihez képest van fönt és lent, de ettől ezek a fogalmak még léteznek. Egy pszichológus használhatja ezeket a kifejezéseket, de minden kifejezést, amit egy pszichológus vagy egy tetőfedő használhat életében, azt te dekonstruálhatod, hiszen minden relatív. Minden létező relatív. Mert lebukik. Ő valójában arról beszélt, hogy a média az egy nyomorúságpiac. Hogy a bulvár média az emberek méltóságát árusítja ki, és nem csak a szereplők méltóságát, mint a fekete pákóit, akit mindenki nyomorultnak tart, csak a munkaadói a bulvár médiában még vissza is élnek ezzel, kiárusítják apró pénzért az ő méltóságát, de ugyanígy megalázza a nézőt is, akinek teljesítmény látszatát keltő szemetet toll le a torkán. Ugyanúgy megaláz téged, és megalázza azt is, akit téged néz, és adott esetben neked örül. Az egészet a nyomorúság tartja fenn, a nézőknek a legalantasabb ösztöneire épít, irigységére, féltékenységére, kárörömére, amikor ezeket az embereket, ezeket a nagyra tartott embereket a sárban, a szennyben csúszni-mászni látja. Hát volt is egy ilyen bulvár show, ami effektíve erről szólt, hogy ezek az emberek fizikai mi voltukban alázzák meg magukat. És miért alázzák meg magukat fizikai mi voltukban? Azért, mert nincs saját teljesítményük, teljesen ki vannak szolgáltatva a sztárgyárnak, arra használják őket, amire csak akarják. Ezért sokkal alkalmasabb valaki sztárnak abban az esetben, hogyha a maga jogán senki, mint hogyha a maga jogán valaki lenne. Ezért lehet senkikből sokkal inkább celebrityket gyártani, és te pedig, aki valaha valaki voltál, mégis megirigyelted a senkik tündöklését, és alájuk mentél. Miért? Miért tetted ezt magaddal? Igen? Kérdés.
Vége? Hogy lenne vége? Várom a válaszodat. De a monológnak vége. Mert akkor most jöhetek. Ez egy kérdés volt. Igen, ez egy kérdés volt. Nos. Tehát az egy hosszúra nyújtott kérdés. Fogalmazunk. Ez rövidebben is megfogalmazhat. Mi a faszt akarsz te, Dániel? Ezt így is megmondhatod volna. Szétettem volna. Nem ugyanaz a kérdés lett volna, Dániel. De egy kicsit komplikált vagy. Na mindegy. Majd még eljössz egy-két órára hozzám, aztán majd egy kicsit feloldódsz. Vöröset vagy feketét? Ezen gondolkozunk el. Na most, hát ki kell, hogy ábrándítsalak? Mert mit mondtál te most? Te meg kicsit hosszú lére lett engedve. Nem baj, megbocsátjuk meg neked. Jaj, hát köszönöm, Dániel. Abszolút. Így is a kb. A fele annyit beszélek, mint te. Abszolút, abszolút, de most én beszélek. Hát szinte mindig te beszélsz. Nos? Ki kell, hogy ábrándítsalak? Nem, hát legalábbis jár a szád. Fogalmazunk így. De olyan jó lenne, hogyha valamit végre mondanál. Hát, ha szabad, szabadnagyságos. Kérlek. Szabad. Kérlek. Ja, kész van, az is, de leszerettem volna. Jaj, de hát, a meg annyi gesztus. Nagyságos úr. Olyan jó lenne, hogyha végre mondanál is valamit. Na, igen. Olyan fontos az, amit én mondok. Hát tudod, mi a baj, hogyha ha te így állsz magadhoz? Ne csodálkozz, hát, hogy a világ így áll hozzád. Hát, hogy álljak hozzá? Csak az isteni bohóc, meg de a... Várj, akkor mondhatom most végre? Hát mondjad. Végre mondjad. Na. Tehát ki kell, hogy ábrándítsalak. A helyzet súlyosabb, mint te azt feltételezed. Ez nagyon szép, hogy te elmondtad, hogy a bulvár az besároz, az leránt magában, hogy nevetség tárgyává tesz. Az összest, ha fogadjuk el ezt egy origónak. Ez így van. Jó. Bizonyos nézőpontból lehet, hogy így van. Reméljük, hogy belőled nem az irigység beszél, ugye, és te tényleg nem sajnálkozol mi felettünk, hogy mi mennyire nyomorúságos helyzetben vagyunk. Nagyságos úr, nagyon szépen köszönjük a sajnálkozást, de a helyzet rosszabb, mert te is, mindenki ugyanebben a nyomorúságban van. Legfeljebb nem bulvárnak hívják, hanem most mondok neked egy súlyosat, és én mondhatom, a klasszikus zenei világ ugyanez a közeg. A nem bulvár újságírás ugyanez a közeg. A felsőbb szintű